amikor arról beszélünk, hogy mit ad a kert, akkor ne csak közvetlenül a konyha kertünkben gondolkodjunk, hanem nézzünk ki kicsit messzebbre. Természetesen azért maradjunk a közelebbi környezetünknél, nézzük meg a réteket, az erdőket, a legelőket, hogy mi az, amit még ad nekünk a természet. Ugye ilyenkor rengeteg mindent gyűjthetünk. Egy kicsit ugye megkéstünk a diólevéllel, de azért hadd mondjam el, hogy ilyenkor is még ezeket a szép új hajtásokat nyugodtan leszedhetjük. Az ideális diólevél gyűjtés azonban július, úgyhogy tényleg épp, hogy lemaradtunk, bár az idén kicsit később levelesedett ki nálunk a dió, mert először elfagyott, úgyhogy tudjuk be annak, hogy ezek a gyenge levelek még jók lesznek, mert később hajtott. Próbáljunk mindig egészséges leveleket találni, az nagyon fontos, ugyanis itt, ha látják, már valami atka vagy gomba megtámadta ezeket a leveleket. Abból ne gyűjtsünk. A dió levél tea az olyan, mint a zsája, szinte Jolly Joker, tehát hogyha rendszeresen fogyasztunk dió levél teát, akkor nagy valószínűséggel csomó fertőzést megúszunk. Ugye magas a jód tartalma is, fertőtlenít is, nem beszélve arról, hogy isten illata van, nagyon finom, kicsit vírusölő, baktériumölő, úgyhogy nyugodtan nézzenek utána, és nem kell mindent vásárolni. Tehát a legjobb teákat a természet adja. Ki kell menni, összegyűjteni, és szépen leszárítani ezeket a gyönyörűségeket, amit a mi javunkra is termel, ad a természet. De amíg ide érkeztem, egy csomó mindent láttam, úgyhogy visszafelé menet azokat is össze tudjuk gyűjteni. Egyébként itt van néhány öreg diófa, és van három, körülbelül 150 éves sózókörtefa is, amelynek hát egy-két hét alatt szinte lefolyik a termése. Hihetetlen ilyen naspolya illata van, soha életemben még ilyen illatú körtét nem éreztem, mint ez. És most gyűjtjük éppen be a lehullott körtét esténként, szefrézzük, és lesz egy jó kis sózókörte pálinkánk belőle. Úgyhogy azt is láttam, hogy egy csomó lepotyogott, majd mindjárt azt is összeszedem. Nagyon résen kell lenni a sózókörte összeszedésénél, mert egyrészt amint megérik, megbarnul, és ahogy leesik, akkor viszont rávetik magukat a darazsak. Nézzék, mintha beleharaptunk volna. Nem, ezek a darazsak. Isteni finom, speciális őrségi és göcsei pálinka lesz belőle. Nagyon-nagyon illatos, tehát itt most azt képzeljék el, olyan, mintha egy nagy lavúr körtelében úsznánk. Tényleg zseniális. Teljesen, tehát nem zárom le, tudjon forni, és akkor visszafelé menet, szedek egy kis lándzsás útifűt. Azt már látom, hogy ez a nagy, széles levelű útifű van, de itt van lándzsás is. Szóval mindkettőnek ugyanaz a hatása, ugye köhögéscsillapító, jól ismerjük. Egy kicsit erősebb a lándzsás útifű, de hogyha van nagy levelű, vagy útilapú népies nevén, akkor azt is nyugodtan szedjük bele, ugyanez a hatása, és kicsit nagyobb, ugye, nem is olyan kicsit. És mi magunk elkészíthetjük télire, a megfázásos, köhögős időszakra a szirupot belőle.
Viszont itt van egészen friss cickafark is, azt is vágok, és azt is szépen leszárítom. Az is egy nagyon-nagyon hasznos gyógynövény, mindenféle alhasi problémákra. Fürdővízbe is bele lehet rakni a teáját, a szárítmányát, inni is lehet, különösen a nőknek nagyon-nagyon hasznos, de természetesen a férfiaknak is jó. Úgyhogy ilyenkor ezt is csak így levágjuk, és csokronként megszárítjuk. Na és akkor a kertben is összeszedjük, ami van. Hát megtámadták a rovarok a körömvirágomat, de amit először leszedtem elszáradt virágokat, ahelyett most ilyen egész aprókat hozott, úgyhogy gyorsan megmentem, amíg lehet, amíg nem a rovaroké lesz, és ezt is leszárítom. Körömvirág jó teába is, de akár készíthetünk egy krémet is belőle, és nagyon jó mindenféle bőrgyulladásra, vagy akár szúnyogcsípésre is. Nagyon jól enyhít mindenféle gyulladást, úgyhogy ha van, akkor ilyenkor érdemes leszárítani, és eltenni azokra az időkre, amikor szükségünk van rá. Ezt sem kell megvenni, el tudjuk készíteni mi magunk is. Utána pedig le fogom mecceni a körömvirágot, mert ha visszatörjük, visszamecszük egy picit, akkor állítólag újra hajt. Amit egyébként tapasztaltam is, az elszáradt virágok után jöttek ezek az újak. Bár körülbelül ötöd akkorák, mint az első virágzás volt, de nem baj, a hatóanyagban ezek is gazdagok. Én ilyenkor szeretek mentát szárítani, amikor ennyire szép virágos, mert lesz egy jó lilás színe a teának is tőle. Úgyhogy ebből is szárítok. Hagyok a poszméheknek is. Gyönyörű szép ilyenkor. Szárítok mellé borsmentát is. És akkor szedek mellé még citromverbénát és zsáját is. Aztán az egészet összekötözgettem, fellógatom és megszárítom. Most ennyi mindent tudtam szedni, és csak hogy nagyon ideges legyek, megint beborult, esni fog a változatosság kedvéért. Szörnyű! Jó alaposan megmostam a lándzsás útifüvet, ugye a lándzsás útifű ez, aminek hosszú levelei vannak, a nagy útifű vagy útilapú ez. Összetépkedjük és beletesszük az üvegbe. Ugyanúgy, mint a fenyőszirupot, rétegenként alaposan megszórjuk cukorral. Szirup lesz. Tehát ebből nem szörpöt iszunk, hanem egy kis mokkáskanálnyit köhögés ellen használunk majd. Arra azért ügyeljünk, hogy másféle növény ne kerüljön bele véletlenül sem, mert tudják, ugyanúgy van a gyógynövényekkel vagy a növényekkel is, mint a gombákkal, amit nem ismerünk, az mérgező. És ahogy esik össze, úgy még egy-két napig nyugodtan lehet után tölteni, lehet ízesíteni, amikor készen vagyunk, citromlével, fűszerekkel, mondjuk fahéjjal, szegfűszeggel, amik szintén fertőtlenítenek. Akkor most jöjjön a szárítás. Úgy egy tiszta konyharuhára vagy abroszra érdemes kiteríteni a szárítandó leveleket. Ennek most egy egész abrosz kéne, de nem merem kint hagyni, úgyhogy most csak letépkedem, és majd holnap, ha újból kisüt a nap, akkor kiterítem egy abroszra, és akkor pillanatok alatt megszárad. Egy fontos dolog, hogy el ne ázzon. Jöhetnek a fellógatós, szárítandó gyógynövények.
rizsája. Jól szorítsuk össze, mert ugye ahogy szárad, vékonyabb lesz, és ne potyogjon le miatt, úgyhogy szorosan kössük meg. Végül is azért termelünk mindent, hogy a hasznunkra váljon. Ezt föl fogom tenni az eresz alá, és egyenként felkötözöm rá az összes növényt, mielőtt jön az eső, hogy biztonságban legyenek. És néhány hét alatt ügyesen megszáradnak. Egy ilyen igazán meleg napon, mint amilyen ma is van, kellenek az üdítők, a frissítők. Azt gondolom, hogy ilyen melegben nagyon jól esik az embernek egy kis citromfű, egy kis citromverbéna és ánizsmenta. Az ánizs és a menta íz meg hatás az az embert egy kicsit belülről is hűti, frissíti, úgyhogy ez szerintem tökéletes. A 3/4 liter vízünk forr, abba egy zacskó szirupcukrot belerakunk, ugye ez tartósítószermentes. Ez a leggyorsabb recept, ami csak létezik. Úgy, és felforraljuk újból. Most a szirupcukorral együtt még egyszer hagyjuk felforni. Amíg ez felforr, addig a megmosott leveleket és virágokat lehúzom a száráról. Ez megy akkor bele a szirupba, és fölkarikázom a citromot, és azért azt is hozzáadom. Mert bár ugye sav van a szirupcukorban, de azért a friss citrom illata az még fokozza ezt a frissítő, hűsítő hatást. És ez annyi idő, ugye, ahogy beletesszük, elzárjuk alatta a lángot, és amíg kihűl az egész szirup, az pont elég ahhoz, hogy a hatóanyagok, az illatok kiázzanak belőle. Beleszűrjük az üvegekbe, és hát az aránya, ez ízlés kérdése természetesen, ki mennyire szereti édesen ezeket a limonádékat. Én egy centinyi szirupohoz adok egy nagy pohárnyi jó hideg szódát. Tűzforrón töltjük az üvegekbe, hogy hűtés nélkül is elálljon, bár azt gondolom, hogy ez nem kell, hogy elálljon. Nagyon gyorsan megisszuk ebben a nagy melegben. Tehát, hogyha nem forralják vissza, csak átszűrik, és tudják, hogy pár napon belül úgyis megisszák, akkor úgyis jó.